A világlátottság megszerzése egyre nagyobb szerepet kap napjainkban az oktatásban. A technika fejlődésével egyre több fiatal képes határokon átívelő barátságokat kiépíteni. De nem csak a műszaki kütyükre hagyatkozhatnak a kecskeméti tanulók. Mai vendégünk Lóczi László, a kecskeméti Korvin Mátyás általános iskola igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hány éves kortól érdemes a fiatalokat bevonni egy-egy nemzetközi projektbe? Egyáltalán hány éves kortól érdemes idegen nyelven tanulniuk? Idegen nyelven tanulni minél hamarabb érdemes. A mi iskolánk is bizonyította, most már 10. éve két tannyelvű rendszerrel is működünk, de tudományos kutatások is azt figyelték meg, hogy egy olyan 12 éves korig a gyerekeknek van egy úgynevezett nyelvi rugalmassága, amikor úgy képesek idegen nyelveket magukba szívni, ahogy az anyanyelvet is. Ma nagyon sok technikai lehetőség is van rá, tehát filmeken, egyebeken keresztül, és ez a rugalmasság valahogy az absztrakt gondolkodás megjelenésével kezd egy kicsit kikopni. Tehát minél hamarabb érdemes az idegen nyelvet tanulni. Egy nemzetközi projektben mikor érdemes belépni, barátkozni mindig érdemes, minden az óvodáskortól a felsőoktatásig, de igazán, hogy nem csak érzelmeket, hanem gondolatokat, ötleteket, véleményeket tudjunk egymásnak átadni, és a gyerekek is, ez körülbelül egy olyan 13-14 éves korban, amikor már megvan az az idegen nyelvi erő, amivel el lehet boldogulni külföldön. Önök hogyan találtak külföldi partnereket? Ez egy nagyon érdekes történet. Mi elveszítettünk egy nagyon kedves kolléganőt, aki elment Németországba dolgozni, egy német iskolába, Éningenben. Ő angol szakos, angol énekszakos volt, és ott nagyon hamar magára talált, és javasolta a kollégáinak, hogy nézzék meg, hogy működik nálunk a két tannyelvű oktatás, mert ők is angolból az angol-német két tannyelvet akarták beindítani, és ő hozta össze a két iskolát, tavaly meglátogattak minket 4 pedagógus Éningenből, idén pedig mi kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy visszalátogathattuk őket. Mi tartalmaz ez az együttműködés? Most már túl vagyunk egy-egy pedagógus cserén, és a mostani találkozón abban egyeztünk meg, hogy egy diákcserét fogunk megvalósítani. 12 diákot fogadunk májusban Németországból, és 12 diákot viszünk vissza októberben két-két pedagógussal. De ez nem öncélú lesz ez a találkozó. Egyrészt egymásnál laknak pedagógus a pedagógusnál, diák a diák családjánál, és külföldön úgy szintén. És egy olyan anyagot akarunk elkészíteni, amiben egymás települését, városát, látnivalóit mutatjuk be saját diákjainknak. Tehát megismerkednek Kecskeméttel, és egy ajánlót fognak készíteni, egy ilyen úti könyvet a német szülők és diákok számára, és mi is egy ilyet fogunk elkészíteni. Ha jól értettem, akkor az önök rendszere működése tulajdonképpen az egyik példa ennek az iskolának. De önök mivel gazdagodtak, önök mit tanultak ebből az együttműködésből? Igen, ők elsősorban a két tannyelvű képzésünkre voltak kíváncsiak, meg a nyelvi képzésünkre, mert több fokozat is van. Mi pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan tudnak integrálni, és hogyan oldják meg azt a problémát, hogy különböző képességű gyerekekkel dolgoznak. Ők 6-tól 10-ig, tehát 6 éves, bocsánat, elsőtől 10-ig, tehát 6 éves kortól 16 éves korig tanítanak gyerekeket. Láttunk egy nagyon érdekes értékrendszert, tehát ott nem jegyekkel értékelik a diákot, hanem nagyon sok szempont alapján, tehát a szülő, amikor megkapja a negyedévi értékelést, akkor látja, hogy az órai munkája milyen aktív, miben és mennyit fejlődött, tehát egy nagyon árnyalt értékelési rendszer, amit szeretnék mi is mindenképpen adaptálni a mi iskolánkban. A másik pedig a különböző képességű gyerekekkel foglalkozás, amire felfigyeltünk, hogy ott nagyon
hatékonyan végzik ezt a rendszert, és ebből is szeretnénk kapacitálni. Illetve a mi iskolánk egy új feladattal kell, hogy szembenézzen. Egyre több olyan család van, akik hazajönnek külföldről, és a gyerekek külföldön kezdték el, főleg angol nyelvterületen az iskolát. És nem igazán tanultak meg magyarul írni, olvasni, és nekünk kell ezt a feladatot ellátni 10-11-12 éves gyerekeknél, magyarul megtanítani, írni, olvasni, és erre is példát kívántunk látni. Ott ugyanis nagyon sok bevándorló van, és az ilyen bevándorló osztály, ahol nem tudnak a gyerekek németül beszélni, hogy ezt hogyan oldják meg. Tehát ez is egy kutatási területünk, és itt is reméljük, hogy jó ötletekre találunk. Kezdődik a beiratkozás és az iskola csalogató programok. Önök mivel várják a leendő elsősöket és a szüleiket? A legközelebbi ilyen jellegű programunk az most pénteken lesz, 16 óra 45 perctől. Ez egy mártonnapi esemény sorozat lesz, és ezen a mártonnapon lesz angol nyelvű tánc, éneklés, kézműveskedés, illetve sporttevékenységek. A fő célja, és egy forgó színpad szerűen, tehát minden leendő kisdiák megfordul minden helyen, és miközben a kollégáim a leendő elsősökkel dolgoznak, addig én egy előadást fogok tartani az iskola életéről, illetve ott lehet majd kérdezni, a felmerülő kérdéseket feltenni. Ez az egyik, és mellette még a honlapunkon megtalálható rengeteg program, ami a leendő elsősöket és szüleiket célozza, tehát biztatok mindenkit, hogy a Korvin Mátyás iskola honlapját látogassák meg, és az éves programot megtekinthető. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és további sok sikert kívánok az együttműködéshez. Köszönöm szépen a meghívást.